Zajlanak a próbák az október 23-ai belvárosi műsorra. A józsefesek mai utódai a Ciszteres-Fehérholló diák színpad tagjai játsszák el, élik újra az 56-os székesfehérvári történéseket. A szöveggel nyáron kezdtünk el foglalkozni, a gyerekek gyakorlatilag megtanulták nyár végére a szövegeket, mivel nagyon rövid az idő, és tanítási időben kell ezt így tető alá hoznunk, és nem szeretünk fércművet kiadni a kezünkből, ezért aztán... Tehát most már azért heti rendszerességgel, sőt, hetente kétszer próbáltunk. A darabot Matusz János írta. Az előadás szövegének jelentős része valóságtörténelmi tény, amelyet az író kibővített egy kitalált szerelmi szállal. A darabot Ferenczi Noémi rendezi, aki a Ciszterci Gimnázium magyar tanára. Én olyan módon nyúltam hozzá a szöveghez, hogy szintén beszélgettem egy szemtanúval, egy olyan hölgyel, mondhatom a nevét is, nagyon hálás vagyok neki, dr. Horváth Szűcs Ilonával, aki maga is 56-57-es tanévben volt végzős diáklány itt, amikor a Józsefben egyébként ők voltak az egyedüli lányosztály, mert hogy ez egy fiú gimnázium volt alapjában véve. Az előadás a belvárosban lesz megtekinthető október 23-án. Előtte megemlékezésre várják a székesfehérváriakat. 10 órától kezdődik majd az ünnepi műsor a Városháztér előtti kőemelvényen, ahol a ciszteres diákok fogják megeleveníteni azt, hogy annó józsefesként milyen volt az élet 56-ban. Előtte 9:30-tól pedig a koszorúzásra várunk mindenkit a megemlékezésre a bazilika oldalához. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Székesfehérváron a diákság követeléseivel, tüntetéseivel vette kezdetét. A következő napok eseményeinek középpontjában is a tömegmegmozdulások vitték a főszerepet, amelyhez az október 24-i sortűz következményeként a gyárak, hivatalok dolgozói és alkalmazottai is csatlakoztak.